Folytatódik a Mokka a Belvárosi Gyermekekért címmel, családi napot rendez az 5. kerület önkormányzata. Kezdeményezésről kérdezzük, illetve a részletekről kérdezzük Jeneiné dr. Rubovszky Csillát, az 5. kerület alpolgármesterét. Alpolgármester asszony, csokolom a kezét, jó reggelt kívánok. Kinek szól a rendezvény? Nyilván a gyermekeknek. Milyen programokkal várják őket? Hát ennél sokkal összetettebb. Ez igazából a gyerekes családoknak szól. Belvárosnak ugyanis van egy nagyon speciális szolgáltatás csomagja, ami most a gyerekes családoknak bővül. Egészen a várandóság kezdetétől a kamaszkor végéig egy átfogó segítséget szeretnénk a családoknak nyújtani, és ez a családi nap, ami már negyedszerre kerül Belvárosba megrendezésre, annak a szép példája, hogy a nagyszülőktől az egészen picike gyerekekig, pár éves gyerekekig hogyan tudjuk őket szórakoztatni, de ez nem csupán egy szórakozás, hanem igazából a kultúrát hívjuk segítségül, arra, hogy minél jobban együtt lehessenek a családok. Mi azt érzékeljük Belvárosba, hogy nagyon sokan, amikor megszületnek a kisbabák, ilyen 1-1,5 éves korban nagyon sok válás van. És ezért dolgoztuk ezt a speciális csomagot, hogy már a várandóságra is egy pocakklub keretében felkészítjük nem csak az édesanyákat, hanem a szülőket, tehát az édesapákat is, hogy ők is menjenek bele abba a folyamatba, hogy mi várható, amikor a kicsi baba megszületik. Ezt követően vannak olyan típusú szolgáltatásaink, például, mint a baba masszázs, amit szintén ezen a rendezvényen szintén meghirdetünk, mert hogy ennek a családi napja ez tulajdonképpen, ahol a szülők sokkal közelebb tudnak a gyerekekhez kerülni, és azok a típusú gyerekek, akiknek van bizonyos súlyproblémájuk, mert koraszülöttek, vagy idegrendszeri problémájuk, ott az édesanyja, édesapa közvetlenül megtanulja, hogy hogyan tud a gyerekén segíteni. Ugye hát most nemrég kezdődött az iskola, úgyhogy gondolom, hogy a meseterápiát, ami az iskolába járást segíti, arra való felkészülést, azt gondolom nagyon aktuális, és hát sokat nem beszélünk róla, mert nehéz segíteni a kamaszoknak, de van egy speciális szolgáltatásunk, és őket lehet itt majd ezen a családi napon is a legnehezebben megszólítani, ugyanis kitaláltunk nekik egy programot, hogy legyél te is hős. Ismert embereket fogunk meghívni, és megkérjük, hogy segítsenek abba, hogy meséljék el, hogy nekik milyen nehéz volt a kamaszkoruk, hogyan tudtak felkészülni arra, hogy sikeres emberek legyenek, mondjuk sportolók, de azért az iskolát is el tudják végezni, és hát nyilván a kamaszkorban adódó problémákat is meg tudják oldani. És az az igazság, hogy ennek a szolgáltatás csomagunk keretében van évente kétszer ez a családi nap, ahol olyan programok is meg fognak jelenni, amit egyébként minden héten vagy kéthetes rendszeressége Belváros biztosít. De ez ott a bazilika előtt lesz, akkor egy ilyen standokkal képzeljük? Nem, hanem most épül egy 500 négyzetméteres közösségi terünk a Mérleg utca, Nádor utca sarkon, de természetesen a belvárosiaknak készül, de minden fővárosi családot nagyon szívesen várunk ezen a rendezvényen. Megmondjuk őszintén, hogy tavalyi évben voltak különböző felmérések, hogy milyen programokat szeretnének látni, ezért például meghívjuk most az Alma Együttest, aki 14 órakor fog közkívánatra egyébként, 80%-os kérés volt, nem csak belvárosiaktól, hogy hívjuk meg őket, és azt gondoljuk, hogy ezeket a szolgáltatásinkat sem szeretnénk kizárólag a belvárosiaknak adni. Én megmondom őszintén, magam jogász-szociálpolitikusként ez egy picit egy szociálpolitikai kísérletnek is tartom, hogy a belvárosban nagyon komoly pénzbeni támogatási rendszer van, és mi kiépítünk egy nem kötelező szociális szolgáltatást, tehát ami a kötelező a törvényben, azt egy külön intézményünk végzi. Ezek olyan szolgáltatások, amely abba szeretnének segíteni elsősorban, hogy az édesanyák a munka és gyerekvállalást össze tudják kapcsolni, és ezen a közösségi térben játékos formában gyerekfelügyeletet is biztosítunk, akár 4-6 vagy 8 órás tábba olyan édesanyáknak, akik nem rendszeresen dolgoznak, nem akarják bölcsődébe adni a gyereküket, de viszont szükségük van akár saját magukra, vagy akár mondjuk egy tábmunka vagy részmunka miatt néhány órás gyerekfelügyeletre. Említette, hogy negyedik alkalom, az első 3 alkalom tapasztalatai jelennek meg a 4. alkalomban? Így van, illetve meg is kérdeztük az ott lévőket, több ezer család vett részt például a tavalyi olimpiai parki rendezvényen, kitörtött egy kérdőívet, és az ő kérésük alapján állítottuk össze ezt a programot, ezért lesz például idén is vendégünk a Süsü, mint a kisgyerekeknek a kedvence, mert hogy a legjobban őt kedvelték, meghívjuk a Kompánia Társulatot, ott több neves irodalmár lesz
lesz, akik a gyerekeket játékos formába fogják a kultúrára rászoktatni. Annyiban nyugtasson meg, mint nagyon vidéki embert, hogy említette, hogy nem csak a belvárosiakat, hanem a főváros összes családját várja. Ha véletlenül vidékről valaki Budapesten jár, itt ki, akkor Magyarország bármelyik részéről. Természetesen, csak jelképesen akartam mondani, hogy itt nyilván mindenkit nagyon szívesen látunk, aki ott lesz. Van egy érdekessége még, hogy megpróbáljuk azért kicsit a kamaszokat is megszólítani, hogy nálunk most lesz az a lehetőség, hogy a rendőrség is kijön a sportpályára, és a bicikliket egy megfelelő számmal látja el, regisztrálni fogja a kerületi bicikliket, és onnantól kezdve esetleges biciklilopás, ami sajnos egy gyakori bűncselekmény, azoknak a felderítése sokkal egyszerűbb lesz. Ugye ilyen már van máshol a fővárosban, de nálunk ez a rendezvény fogja a házigazda szerepet eljátszani. Nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondta, sok sikert, és Németh Lajosra szólva jó időt kívánunk a hétvégén. Nagyon szépen köszönöm.